Sziasztok! Szeretnék nektek most így Budakalászra bemutatni egy érdekességet. Egyébként itt az utcán sétáltam ki itt egy érdekességet. Nézzétek csak meg! Gyártok, itt van egy vagon. Ügyesebb ZRT. Megyek el egy kicsit közelebb is menni. Csak benne riasszon. Nem kell belesni. És akkor én ezt megtudtam egyébként, ez a... Egy bizonyos szélnek, most a nevét nem mondom ki, nem biztos örülnének neki, meg ez nem a reklámhelye most. De ők vásárolták meg a Gyeseftől, és berendezték ilyen közösségnek. Láttad, hogy ott van benne csocsóasztal, meg ilyen babzsákfotelek vannak itt. És hát nem hogy egy riasztórendszert is raktak ide, tehát itt nem lehet ide csak úgy bejönni. De itt ezen a hátsó, tehát nyilván a... Nem is a rendes felszálló ajtókon, hanem itt a végén a két vagon közötti átjáró részre rakták. Hát valószínűleg csak ott lehet menni, és akkor néztek, hát ez egy rendes, gyesebb vagon. De szokatlan egy ilyet látni Budakalászon. Mindjárt megmutatom nektek az elejét is. Hát így az utcán sétálva szúrtam ezt ki. És hát ugye itt van. Van ott még valami más is. Azt már tudom, hogy kérdésekre keresztül mutatom meg, ez ilyen felső vezetéktartó, vagy valamitől a fó lehet. Ja, nem, hát vagy annak valami villami vezetéktartó, nézzetek meg azok a porcelán szigetelők. És akkor látjátok itt a gyesev. És ez egy másodosztályú gyeseves vagon. Hát ez csak egy kis érdekesség, egy kis kurta vlog úgymondva. Mondom, itt van Budakalászon a hét megálló közelébe. És hát akkor ez ennyi lett volna. Hát csak egy kis gyors bemutató, egy kis gyors kitérdő, mert már hazafele vagyok. Úgyhogy akkor köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!